Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket egy újabb Star Stable Online videóban. Én Loret vagyok, és még mielőtt belevágnánk a kis kalandba, azért van itt most teljesen egyedül Fripp, mert már előtte egy 20 perce jóval szenvedtem a videó felvétele, míg rá nem jöttem, hogy nagyon rossz helyre raktam a webkamerát, és emiatt egy ilyen kisebb párbeszéd rész kiugrott, úgyhogy ezt sajnos már nem tudom nektek megmutatni, de hál' Istennek hamar észrevettem a sztorit, és gyorsan korrigáltam a helyzetet, úgyhogy most már remélhetőleg a párbeszéd ablak jó helyre kerül és nincsen, s nem lesz ezzel kitakarva semmi se. Nagyon-nagyon-nagyon meg kellett gondolnom, hogy hova rakom ezt a webkamerát, mert hogy végül is szeretnétek látni az én reakciómat. Ugyanis akaratom ellenére is kaptam spoilereket így a TikTok videó világában, amiről nem nyilván én se tehetek és senki se tehet, de amúgy meg érdekelne a sztori is, hogy hogy fog ez alakulni. Állítólag lesz egy óriási fordulat benne, erre nagyon kíváncsi vagyok. A havat direkt kikapcsoltam, mert erre most szerintem nem lesz szükségünk. Röviden, tömören az van, hogy a léleklovasok elmentek két különböző helyszíre. Én Frippel fogok elmenni Délpatára, az életőrf fához, úgyhogy oda fogunk most gyorsan baktatni. És Frippel meg is érkezett ide, én is megérkeztem, hát akkor lássuk. Ó, hát megérkeztem, mielőtt nekikezdenénk, hadd osszam meg gondolataimat, amelyet az éneklő tiszafa ágai alatt várakozás során támadtak. A sok életem folyamán újra látom, amiket már láttam azelőtt, ugyanazok a nevek, arcok, történetek, mintek. De a mostani életem során valami nincs rendjén. A tudatom határmesdjéjén egyfajta energiát érzek, olyat, amilyennel még soha nem találkoztam azelőtt. Erre mit mondjak, jó energiát vagy rossz energiát? De mit tehetnénk ezzel kapcsolatban? Hát legyen a jó vagy rossz. Én nem vagyok biztos benne, ez az energia zűrzavaros, csupán az erő ide-oda a lengő ingáját látom előre, ahogy mindkét oldal előre lép a sötétség és a fény háborújában. Hanem nincs sok értelme, hogy kusza gondolataimmal untassalak, vizsgáljuk meg azt, amiért idejöttünk. Elég szokatlan, hogy ilyen helyen hagyják a drakóriumot, ezek a szállítmányok fontosak a Dark Horse számára, vajon mire készültek vele? Így vagy úgy sietnünk kell, semlegesítsük az ércet. Semlegesítsük az ércet. Nos, nem egészen működött. Nézzük meg a közelebbről, talán hát ha segít. Hát azzal, hogy itt a szavakat mondunk rá, hogy hát ha semlegesítsük, hát oké, rendben. Ez nem biztos, hogy ilyen álbeleszkóbelesz módon történni fog. Nyilván nekem kell mindent csinálnom, szokásomhoz hívem, mert mindenki lusta. Csak én dolgozom. Ez nem lehet, a tartályok üresek, ez csak egyet jelenthet. Trükk volt, csel csupán csapda, hogy szétszakítsanak minket, ahogy Liza megjósolta. Az baj, az baj. Igen, mert amikor itt szétosztott a csapat, akkor itt vitatkoztunk azon, hogy vajon csapda az egész, vagy pedig valóban ilyen veszélyes anyag van, de aztán csak elmentünk megnézni őket. Erre számíthatunk, de túl nagy volt a kockázat, hogy Drakórium mégiscsak valódi, így nem tételkedhettünk. Muszáj távoznom, a Jorvik elkötelezett védelmezőjeként az én kötelességemnek a törékeny világnak az egyensúlyát biztosítani. Keresd meg a többi léleklovast és gyűjjetek össze, bízom benned. Jorvik jövője nehezedik a válladra, úristen, mint valami versenyt kell futnom. Mi volt ez a tap-tap-tap-tap-tap? Mi történik itt? Mi ez? Az a rúnak a völgyből jött elő. A rovások biztos közeledben lesznek elrejtve. Meg kell találnom őket. Micsoda? Ezeket a jeleket kell nekem megkeresnem? Na várjál, keresünk egy Y jelet akkor, meg ilyen csiga, meg valami tengervonás jelet. Az nem, nem. Az valami bogár inkább. Ott a csiga, azt látom. Tudom, hogy még többet kell találnom, de fogalmam sincs, hogy merre lehet a többi, másik kettő. Valami Y-t is kellene keresnem. Itt a másik. Meg ilyen hullámjelet kell keresnem. Itt a hullámjel. Akkor ez valami kapu akar lenni? Most már meg tudom fejteni a titkos üzenetet. Véldel falu nagy veszélyben, sürgős segítség kell. Hút, még mindig itt vagy, haver? Mennyire örülök, hogy látunk. Jó! Titkos üzenet? Száll a szélle. Na, te is megkaptad a vészjelzés, mi? Egy rúnak olyan emelkedett ki a földből nem sokkal azután, hogy Alexen megérkeztünk az elhagyott drakóriumhoz. Amíg én a szállítmánnyal foglalkoztam, ő megfejtette az üzenetet. Mire megfejtettem, rájöttünk, hogy drakórium csak álca. Aztán kiokoskodtuk ennek az egésznek tuti köze van egymáshoz. Úgyhogy amilyen gyorsan csak tudtunk, ide lovagoltunk, és reméltük, hogy még elkapunk téged meg Frippet. Gondolom szokás szerint valami másvilági látomást látott, és elsietett, hogy megakadályozza a világ végét.
Nem tévedsz nagyot, Anne. Rhiannon mesélte, hogy a druidák a tábortűz körül arról regéltek, hogy sötétebb időkben rúnakövekkel küldtek üzeneteket egymásnak. Lehet, hogy ez nem csak kitaláció. Szóval valami ehhez hasonló már történt valamikor? Az emlékeim lassan visszatérnek, de csak részletekben. Bonyolult ezt, kis húgom. Már azóta nem voltak tanúja annak, hogy egy ilyen visszajelzést küldtek volna a druidák mióta. Nos. Már nagyon régóta nem. Ez csak a végítélet hírnöke lehet. Amen. Muszáj valamit tennünk. Készüljünk fel és lovaguljunk. Ha készen lesz, induljunk fel Vérdel falu felé. Fel kell készülnünk, bármi is várjon ott ránk. Hát akkor menjünk, de hogy most a kettőleg oda... Tudjátok mi? Legegyszerű módszer. Hazaküldjük magunkat. Maradj a bokrok közelében és légy csendben, nem láttak meg minket. Pont ettől tartottunk, a Dark Rider-ek itt vannak és úgy tűnik erősítést hoztak. Ajaj. Hé, egy lépés sem tehetek fél délfalu felé. Hogy micsoda? Átmegy ők is, semmit nem tehetsz el. Ne megpróbálhatsz megállítani minket, persze, de aztán nem minket okolj, ha rosszul sül el. Viccelsz, már megint drakóriummal kell szórakozzunk? Nincs új trükk a tarsőtokban, lány? Bocs, te, Katya, egyszerűen ezt nem lehet megunni, ezt a hangot. Szívesen elhúzom a nótátokat természetesen, miután felrobban a trakórium. Szívesebben hallgatnék mocska zenét. Na takarodjatok, vagy mit akarítunk el titeket? Hold mágia, vezess. Fékezd magad, a drakórium könnyen robban. Emlékszel, ha túl sok mágia a földig perzseli a szeretett hulló erdőtöket? Talán a te csapongó mágiád, igen, de az enyém nem. Imádom amúgy azt a cica harcot, ami itt a lányok közt folyik. Azt, amit se láttam Lindát ilyen dühösnek. Jessica és Katya bolondok, hogy alábecsülik. Gyorsan cselekedjünk, amíg mi vagyunk előnyben. Gondolkozz, mit tehetnénk. Oda megyek és segítek Linnának és Lizának. Elvonhatom a Dark Riderek figyelmét és elcsalhatom őket innen. Talán észérvekkel tudok Katyára és Jessica-ra hatni. Ezt én simán kilőném, mert ennyire azért csak nem hülyék. Legyen az, hogy elvonhatom a figyelmét. Nem mintha te ötleted nem lenne jó, de... Legutóbb egyedül maradt a Dark Riderek és a drakóriummal, és egyedül kellett egy nehéz döntés meghozod. Az egyáltalán nem volt fair. Ezúttal más a helyzet. Nem kell egyedül meghoznod azt a döntést. Együtt vagyunk. Alexnek igaza van, és azt hiszem, tudom is a megoldást a problémánkra. Kockázatos és korábban soha nem csináltam még ilyet, de ha sikerül, akkor tényleg megéri. Volt egy erő, amit tanulmányoztam, mielőtt a tanulmányai megszakadtak. És nagyon kevés léleklovas sajátította el ezt a technikát, de abszolút lehetséges egy olyan fekete lyukszerű kaput létrehozni, amely mindent beszippant a közelében. Ha sikerülne, a drakórium többé nem jelentene gondot. Már hallottam erről? Nem, már csináltam is. De egy előző életemben egy előző léleklovassal. Egy kapu egy haldokló nap gravitációs erejével. Mi delejes űrnek hívtuk. Őrülten veszélyesnek hangzik. Vágjuk bele! Te meg, Enbi, hívjátok be a napkör erejét, hogy közösen nyissátok meg a delejes űrt. Úgy még erősebb lesz. Hát valóban kockázatosnak tűnik egy fekete lyukat megteremteni. Hát, tudjátok mit? Legyen úgymond vér a pucánkban. Ha ezt a magabiztosságot átvisszük a mágiánkba, Jessica-nak és Katyának fogalmuk sem lesz, mit érte őket. Lehet, hogy megbánom, ha megkérdezem, de muszáj. Hova megy mindez a cucc, amit beszívva delejes űr? Léci, ne mondd azt, hogy Pandóriába. Ha, nem. A delejes űr mindent oda küld vissza, ahová tartozik. Nem tudjuk befolyásolni, hova megy, de ne aggódj, az egyensúly mindig helyreáll. Hát jó, lássuk hozzá. Fogalmuk sincs, mi vár rájuk. Készen állunk? Hát talán, hogy készen állunk. Ha körbe lovagolsz és körbe gyűjtöd a napeszencia részecskét, én össze tudom őket terelni, hogy megnyissák a delejes űrt. De vigyázz, a napeszencia részecskéi apró napviharokat hoznak létre, amelyek megsebesíthetnek. Próbáld meg elkerülni őket. Most nyúj szetén lovaddal való köteléked mélyre, és suhanj, mint a szél. Én nyúlok Forest ereje felé. Igyekszem. Szóval ezt kell elkerülnöm. Ezeket. És ott van a fekete lyuk. Ó, ez amúgy kicsit veszélyesnek tűnik. Ezeket hogy fogom én elérni, ha még felugrani se tudok? Ez amúgy kicsit para. Ez ilyen óriási fekete lyukat hoz létre, nem? Ilyen szumúristen. Azért nem gondoltam volna, hogy en ilyen erős lett. Én tartanék tőle amúgy. De úgy tűnik, működik.
megcsináltuk, úgy tűnik Concord most már minden olyan, mint régen. Valamit rosszul csináltunk, semmi sem történik. Innen származik az a... Na ne! Ne, a furó toronynak vége! Működött. Érzékelte valamelyikőtök vajon hová ment a drakórium? Valami rökkis hullámot éreztem, mintha lett volna valahol egy hatalmas robbanás, de nem tudom, hogy hol. Még nem tudom megmondani, csak annyit tudok, hogy az anyag visszatért oda, hova tartozik. Ez a te műved volt? Ó, hát persze, hogy end is itt van. Ha te meg az a minden lében kanálovad, nem lettetek volna egy sikerült volna. Ha? Megbuktatok is, újra meg fogtok bukni, Dark Riderek. Furcsa, akkor nem érezted így, amikor azon dolgoztunk együtt, hogy megfékezzük a drakóriumot, mi? Csak várjátok ki a végét, éleklósok, amikor Garnok felemelkedik, még megfizettek ezért. Amikor Garnok felemelkedik, haha, őt kell bérelnetek, hogy kihalászatok. Fú, te ez mekkora beszólás volt. Ha csak nem akarjátok úgy végezni, mint Nimein tábornok az... Micsoda? Ez a kicsoda ez a Nimein? Ne légy színe magyarázd, de van más dolgunk is. Katya, csináld a dolgodat. A végre, már kezdtem unni ezt a sok locsogást. Csá. Na jó van, nekik jut ilyen erő, nekünk meg nem. Ez felháborító. Én is akarok ilyen erőt. Utánuk kéne mennünk, én tudok úszni. Társai, komolyan beszélsz meg, amúgy is vissza kell nyernünk az erőnket. Nem tudom, mi történt, de ez volt a legerőteljesebb léleklovas mági, amit valaha is láttam. Lányok, megmentettétek Koloverdőt, Véldélfalut, a druidákat és minket. De hiszen csak egy kis telejes űrót, amit Anne meg Lorraine megnyitotta. Végül hova küldtétek azokat a drakóriumokat? És az mi? Egy pillanat. Ajaj, mi történik? Mi történik? Mély levegőrendben leszel? Ajaj. Jobban érzed magad? Mit próbáltál mondani? Most már van egy ötletem, hová küldhette el a delejes űr drakóriumot. Le kell mennünk egy magaslatra, hogy megtekintessük a munkánk gyümölcsét. Na jó van, de hova? Hova akartok menni? Jaj, a kilátóba? Just a moment. Szóval, hova lett? Mit keressünk? Ott kell való lenni a látóhatáron. Nálad van a távcsövet? Természetesen. Hadd vegyem ki, mert a nyerek táskájából is megnézhetjük. Olajfúró. Megsemmisült. Mit tettünk? De hol az olaj? Olajnak kellene folynia a vízben. Most, hogy belengondoltok, ti látottok, vagy hallottatok ott bármilyen olajfúrást valaha? Mert én aztán nem. Az olajfúró biztos csak álca volt, hogy eltereljék vele a Darkor gonosz terveit. Logikus. És most már nincs többé. Mindazok után, amit velem tettek, rossz, hogy megkönnyebbülést érzek. Hogy amit tettünk jogos volt? Hát az egynek nincs többi gazemberek, ezt azért nem mondanám. Megöltük Darkor gazembereit. Nem, az nem lehetséges, mert ide hallgass, ha az a gazemberek miatt aggódsz, akkor beszélj Big Bonnyval, jobban el tudja magyarázni, mint én, hogy mi nem öltünk meg senkit. Bajba kerülünk, hogy ezt tettük. Ha mi lesz, ha börtönbe küldene? Az egyetlen börtön, amibe elküldhetnek minket, druida börtön, mert az őrzők aztán be fognak pöccenni. Nem, gondolj csak bele, meg fognak könnyebbülni, már régóta be kellett volna, hogy következzen. És a szerencsénk van, a kapu is ott volt, amit Garnoki szabadítására építettek. Mi a helyzet, Mr. Sense? Ne, tovább nyomtam! Csak nem háborút indítottunk. Nem, szerintem épp, hogy véget vetünk neki. Hát, azért Mr. Sense-nek szerintem ennek lesz véleménye erről, de majd... Hát meglátjuk. Nos, nincs idő pihenésre, elmegyek, hogy átadjam a hírt a druidáknak. Ti lányok, menjetek, csak később találkozunk. Rossz híreket hoztunk, a léleklovasok megakadályozták Véldélfalú tervezett elpusztítását. És a drakórium, nem tudjuk megállítani őket, az olajfúróhoz küldték.
Csak ennyit tudtok mondani? Szánalmas. A ti kudarcaitok miatt nem csak a főhadiszállásunkat, de a kapu építésének is annyi. És te mégis hol voltál, miközben mindez történt? Csak malmoztál meg az új játékoddal, abba a Brettel? Elég, az olajfúró elvesztése csupán kis áldozat azért, hogy a léleklovasok azt higgyék, egy lépéssel előttünk járnak. A hatalkaput, amely rászabadítja a garnokot erre a világra, még újjáépíthetjük. Végzett megváltoztatásra tett minden kísérletünk hiába való. A győzelmünk megvan írva a sors könyvében. Az árnyékban várakoztunk türelmesen egészen addig, amíg el nem érkezett a megfelelő pillanat tervünk megvalósítására. Ez a pillanat most itt van. Kezdj bele, Malumi tábornok! Malumi! Mit csinálsz? Mit művelsz? Fel, Elisa, Dark Rider, és szabadíts rá dühödet ellenségeinkre! A káosz ügynöke, üdv újra ebben a világban! Most, hogy mindannyian itt vagyunk, kezdetét veheti a Dark Rider-ek kora! A mai nap a léleklovasok végének kezdetét jelenti! Júj! 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 Valaminek vége lett? Valami meg most kezdődött. A sztori nem volt rossz. Bár most kíváncsi lennék, hogy el tudnék-e menni oda a toronyhoz, de azt majd így videón kívül megnézem, de szerintem nem. Szerintem most fog kezdődni az igazi sztori. Wow! Hát jó! Hát én erre nagyon kíváncsi leszek. Érdekes volt. Nagyon érdekes volt. És legalább kaptunk betekintést a Dark Riderekbe is. Mert megvan végülis a negyedik Dark Rider. A lóról nincs infóm. Szerintem majd az is lesz egyszer csak. Hát kíváncsi leszek. Látszok, lányok! Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Nagyon érdekes volt. De várom a folytatást én. Kíváncsi leszek ebből, mit fognak kihozni. Bár el tudom képzelni, hogy még lesz egyfajta ilyen töltelék galiba, amit ugye majd meg kell oldalom, mint például ez az álca drakórium szállítmányféle. Biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen. De ez a garnokféle sztori, ez szerintem még jóval messze lesz. Biztos kell majd még több évet várnunk rá. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Kíváncsi vagyok ti vajon, mit gondoltok erről a sztoriról. Lesen itt a vége, vagy még csak most fog kezdődni az igazi sztori. Várom a tippjeiteket. Sziasztok!